tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Jegyzőkönyv alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Aki a meghívókban foglalt napirendi pontokkal egyetért, úgy kérem kész feltartásra szavazni. Köszönöm szépen. Akkor az első napirendi pontunk a művelődési ház vezetőjének beszámolója. Megkérném Panyi Kanikát, az elmúlt időszakra számoljon belőle. Üdvözlöm a polgármester urat és a képviselőtestület tagjait. A legfontosabb tudnivaló a működésünkkel kapcsolatban az, hogy a Mábi Gyermekeket Alapítvány egy pályázat által újította fel a művelődési házat, mely során a műház funkciói bővültek, intézményünk integrált közösségi és szolgáltató tér lett, melyet IKST néven rövidítünk. Az IKST rendeletet alapdokumentumként kezeljük, hiszen az ebben a rendeletben foglaltak szerint folyt a felújítás, az eszközbeszerzés és a szakmai munka. Az IKST pályázat előír kötelező elemeket, melyek keretet adnak a tervezhető programoknak, és ez határozza meg a munkámat is. Az előírásoknak megfelelően programtervet készítek, melyet a Herman Otto intézet vizsgál. Az elfogadott programtervet követően 2016. januárjáig negyedéves ciklusokban küldöm el a beszámolóimat a felügyelő szervnek, és ez év január 1-től hatályba lépett egy módosítás, ami azt mondja ki, hogy a szakmai beszámoló 2015-ös év negyedik negyedévére vonatkozóan 2016. január 5. napjáig, majd azt követően a fél éves szakmai beszámolási időszakoknak megfelelően az első naptári fél évre vonatkozóan adott év július 10. napjáig kell benyújtani ezt a beszámolót. Így tehát a negyedéves szakmai beszámolási időszakok fél évesre módosultak. Ennek megfelelően az aktuális fél év, tehát január 1-től június 30-áig, most július 1 és 10. napja között fogom beküldeni a programterv alapján készült beszámolómat. Az elfogadott programterveket és beszámolókról szóló igazolásokat a mellékletben csatoltam. Az IKST programjain túl sűrű heti tervvel dolgoztunk a 2015-ös évben is. A hét minden napján vannak rendezvényeink, mint a kóruspróba, aerobik edzések, angol foglalkozások, falugazdász, fogadónapja, táncfoglalkozások. Ezekhez a rendszeres programokhoz csatlakoznak a nemzeti ünnepek, az évnyitó, évzáró, ballagás, és a nyugdíjas klub körében rendezett előadások próbái is. Tehát ide tudjuk beilleszteni a megszokott heti rendbe, kell, hogy beillesszük. Számos kérdéssel fordultam az előző beszámolóban is a képviselőtestülethez, és itt szeretném megköszönni a nézőtérre néző színpadi függönyünket, amit sikerült beszerezni és felszerelni, így lehetővé válik komolyabb színpadi szereplések, akár nemzeti ünnepeken, akár vendégszereplők esetében a használata. További szükségünk lenne térelválasztó ajtókra, amit a galéria lelátóit szeretnénk elválasztani vele, lezárni. Jelenleg ezeket a felületeket vasrács fedi, melyen egy kisgyermek gond nélkül kiférne. Amennyiben bezárhatóvá tennénk a fent említett négy lelátót, használhatnánk öltözőnek, foglalkoztatónak, valamint a visszhangzást is elkerülhetnénk fel egyes rendezvényeken. Szeretnék a jövőben olyan ismeretterjesztő előadásokat megszervezni, melyre egy-egy olyan előadót hívnak meg, mint Fekete Ágnes, aki a női testi lelki egészséggel foglalkozik. Az említett hölgy május hónapban egy sikeres előadást tartott nálunk, aminek a költségét a könyvtárvezető pályázta meg. Elsősorban családtervezési, pszichológiai, egészségügyi témakörökben gondolkodom, mert szerintem ez nem csak a mádi lakosságot érinteni, hanem a környező településekről is érkeznének hallgatók. Itt bevételt is szedhetnénk, melyből finanszírozhatnánk a következő előadások költségeit. Nagy szükségünk van legalább két kültéri, lefixálható dekoratív szeméttárolóra, amit az előző beszámolóban is kértem, de úgy haladtak a dolgok, hogy ezt sajnos nem tudtuk megvalósítani. Ugye megnövekedett a forgalom a művelődési ház körül, így fokozottan kell figyelnünk a szemét szedésre is, és szerintem ez megoldaná bizonyos szinten a problémát. És ami a legnagyobb szükségünk, azt parkolóhelyek kialakítását szeretnénk kérni.
továbbra is a FUR, mint alkotóház és élményközpont vendégei szempontjából is fontos, hogy ne csak 4 parkolóhelyünk legyen. Most is egy nagyobb rendezvényen nagyon nehéz parkolóhelyet találni, a szomszédos utcákat kell használni, és egy ilyen épület, egy ilyen komplexum, mert most már mondhatom, hogy komplexum vagyunk, és a mellettünk lévő intézmény is az, hogy szükségünk van parkolóhelyekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ennyit szeretném. Köszönjük. Hozzáfűzni valamit. Én el szeretném mondani a személyes tapasztalatomat is, hogy nem csak a írásos dokumentumot tanulmányoztam végig, hanem tapasztalom rendszerességgel, havi rendszerességgel, hogy milyen munka folyik a művelési házba, valamint megköszönöm Anitának, hogy a nyugdíjas klubot szívén viseli, úgyhogy ebben segítőtársunk, és mivel a minden havi rendezvényünk ott van, tehát olyan technikai felszerelések, amik vannak, azokkal szórakoztatja az embereket. Nagyon aktív, élővé tette a házat, szépé, esztétikus, és mindenkor tisztaság rend van, a programok valóban szépen kerekednek. Ahogy mondta is, lehetne még több előadást tervezni esetleg, ami ugye pénzügyi háttere van, de még több szórakoztatási lehetőség lenne az emberek számára, amit szerettem volna hozzá. Valakinek még? Hát én azt gondolom, hogy a 3 komolyabb kérést soroltam fel, én azt gondolom, az első kettőnek nagy anyagi háttere nincs, tehát én azt gondolom, hogy a bevétel is szépen kerekedik ezekből mindenféleképpen, ezeket be kell szerezni, hanem akkor addig is megelőlegezők nyilván elég komoly bevétele van most már a művelődési háznak, hála jó Istennek, tényleg nagyon sok programot sikerült odavinni, úgy ahogy mondja képviselő asszony, hogy gyakorlatilag amit régen is akartunk, hogy egy valós élő műhely lett belőle, én ehhez csak gratulálni tudok, azt látni, hogy minden nap megtelik a művelődési ház, minden napon reggeltől estig úgy gondolom, hogy van forgalom, hála jó Istennek. A parkolóhely kialakítása, hát azt nem gondolnám, hogy az csak egy módon lehetne, hogyha a parkot beáldoznánk, de hát azt nem gondolom, hogy valaki is komolyan gondolná. Hát eddig is megálltunk valahogy, hogy meg fogunk állni most is gyakorlatilag. Nem hiszem, hogy az a minimális parkolóhely, ami a kialakításhoz, a használatba vétele engedélyhez szükséges volt, azt megtettük. Nem vagyok benne biztos, hogy több parkolóhelyet ki lehet alakítani. Köszönöm szépen. Talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy a József Attila utcának az aszfalt meg a patakmedel közötti sávot, azt vagy kibetonozni, vagy kiaszfaltozni, mert az említem ott a másik oldalon. Én azt gondolom, hogy aszfaltozni, meg betonozni, most már ezt lassan el kell felejteni, inkább ezeket a térburkoló köveket használni, mert azokat fel lehet szedni, mert a beton meg az aszfalt, az később bármi történik, az veszélyes hulladékká válik, és gyakorlatilag az elhelyezésével leszünk a legnagyobb baj. Akkor szilárdultra, a sár helyet, a húdban. A sár helyet, így van, tehát majd megnézzük, hogy mi a lehetősége. Ott a hátsó utcán valószínűleg ki lehet még alakítani egy pár parkoló helyet. Én beszámolót részletesnek tartom, nyilván minden részletről nem írtál, de attól sokkal-sokkal több munka folyik ott, mint amit leírtál, és ehhez gratulálni tudok, én a magam részéről a beszámolót elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra az adni. Köszönöm szépen. Rátérnénk a második napirendi pontra, a községi könyvtár vezetőjének beszámolója. Megkérném Duhonyéné Nagy Zsuzsát, hogy tartsa meg a beszámolót. Én is üdvözlöm a polgármester urat és a képviselő testület megjelent tagjait. Én azzal kezdeném, hogy 2013-ban más községi önkormányzata megállapodást kötött a második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárral, mely szerint igénybe veszi a szolgáltatásokat,
és ezeknek a fogadására egy könyvtári információs közösségi szolgáltató hely elnevezésű helyet alakít ki. Most innentől kezdve a községi könyvtár átalakult, nem vagyunk önálló könyvtár, akkor a könyvtár a második Rákóczi-Ferenc megyei könyvtár alá tartozunk. Itt a mi feladatunk a települések, a törvény által meghatározott könyvtári ellátást biztosítsuk. 2015. januárjában a kinevezést kaptam a Mádi Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató hely vezetésére. Ekkor még nem volt könyvtári szakképesítésem. 2015. márciusában a II. Rákóczi-Ferenc megyei és városi könyvtár indított egy segédkönyvtáros tanfolyamot, amelyre jelentkeztem. Ez a képzés egy heti egy napot vett igényben, és ezt el is végeztem. Februárban 2015-ben történt egy selejtezés, amikor 2408 dokumentumot selejteztünk el tartalmi, illetve elhasználódás elavulás miatt. Töröltünk az állománytól. Hát annyit szeretnék még elmondani, hogy a könyvtár igyekszik aktív szerepet vállalni a község rendezvényein, ilyen a jó évszakán, az augusztus 20-ai ünnepénk, az október 23-ai a Didergő. Önálló programjaink is voltak, számítógépes tanfolyamon egy ilyen kezdőknek, mindig a soknak tartottunk egy tanfolyamon, ami sikeresen mondható, mert 7 fő vett részt, itt többnyire tényleg nagyik, nagymamák jöttek ismerkedni a számítógéppel, megpróbálták elsajátítani a legalapvetőbb számítógép használati dolgokat. Több programunk volt, amelyet szerveztünk és hívtunk meg előadókat. Szabadott Letek Színházát hívtuk a Költészet napján, ahol az iskolások vettek részt. Könyvvásárt csináltunk tavaly a leselejtezett könyvekből, aminek 32.000 forint bevétele tudott a könyvtár bevenni, és ebből tudtunk vásárolni 16 darab könyvet. A távolozó, tavaly távolozó gyerekek programjaiban részt vettünk. Az Országos Könyvtári Napok keretében, ami ősszel volt, partnerségben a biztonságos életért egy rendőrség előadást szerveztünk a kisiskolásoknak, ahol megismerkedhettek a helyes úthasználattal és biciklizéssel. A Őrsi Anikó előadását szerveztük meg, ez egy ingyenes előadás volt a Lelkünk Egészségéért, Lelki Egészség a Családban elnézést címmel, amelyre bárki eljöhetett, aki ez érdekel. Ő nem kért fellépési díjat, ő ingyen jött el. A Batyú Színháznak voltak előadása, szintén eljött a Nyugdíjas Klubba, megint a Szabad Ötletek Színházai Nosztalgia Kabaréval, a nyugdíjasoknak nekik kedveskedtünk. Meghívtuk Pap Lajos professzor előadót, aki egy nagy sikerű előadást tartott, meg tudtuk tölteni a Művelődési Ház nagy tervét. Egy nagyon sikeres előadást szerveztünk Kiskata és zenekar fellépésével decemberben, ahol az óvodások és a kisiskolások vettek részt. Tehát rengeteg programunk volt. Ezeknek a programoknak a díját, azt ugye a KSZR rendszerében a II. Rákóczi-Ferenc megyei könyvtár állja, ővelük kötnek a fellépő szerződést, a fellépési díjat pedig átutalással ők bonyolítják le. Költségvetésünkkel, bérleti díjakból, mivel ugye van két termünk, a pince és a tárgyalói terem, amit ki tudunk adni a könyvtár épületénél, ott 584 ezer forint volt. Informatikai szolgáltatásunk az, hogy fénymásolunk, nyomtatunk igény szerint a hozzánk betérő könyvtár használóknak. Szintén jó forgalmat bonyolítottunk, mert 90.350 forintot bonyolítottunk a tavalyi évben. És ide tartozik az, hogy a KSZR keretén belül, tehát ezen a, amit a megyei könyvtárral és az önkormányzat között egymás között, 318.295 forint értékben 175 darab könyvet sikerült beszereznünk, új könyve. 9 féle folyóiratot járt tavaly a községi könyvtárhoz, 78.800 forint értékben. Ezeket a folyóiratokat igyekezünk úgy
hogy nyilván amint az olvasó, tehát gyerekektől kezdve nyugdíjasokon, bárki, aki betér, és ezeket lehet kölcsönözni is. Három rendezvényt finanszírozott, ami fizetős volt a tavalyi évben, a megyei könyvtár, ez 292.000 forint értékben. Kézműves foglalkozásokhoz biztosított anyagot 31.750 forint értékben. Irodaszercsomagot lehetett két alkalommal rendelni. Kaptunk három társasjátékot, amelyet előszeretettel használnak a hozzánk betérő gyerekek. Kaptunk tavaly egy teljesen nagyon új asztali számítógépet, tehát már kicserélték az egyik régi Magyarország pontos lenyomású képet. Kettő darab foglalkoztató asztal kaptunk, 6 darab tárgyakészüléket és 1 darab akkumulátor töltő készüléket, mivel vannak olyan számítógépeink, amik vezeték nélküli egérrel és billentyűzettel működnek, és hogy ehhez ne kelljen az elemet vásárolni, ezért akkumulátor töltőt kértünk és meg is kaptuk. Terveink között szerepel az, hogy az olvasói létszámot növeljem. Ezeket úgy tudnám elérni, hogyha könyvtári foglalkozásokat tartanék gyerekeknek, akár iskolásoknak, akár óvodásoknak. Viszont jelenleg ott tartunk, hogy mivel három helység az, amit használ igazából a könyvtár, hát ott egy osztály, egy csoport foglalkozására, leültetésére nincsen hely. A Széchenyi programiroda távolásával megkaptuk az új helyüket is. Ott kellene majd egybenyitni a tereket, amiben kérnék a segítséget, és akkor még azt szeretném hozzáfűzni, hogy tehát lenne egy olyan pályázat, hogyha területnövekedés jön létre könyvtárnál, és ez évben megvalósul ugye az irodával, akkor a második Rákóczi-Ferenc megyei és városi könyvtár egy NKA pályázat útján 3,5 millió forint értékben ki tudná cserélni a teljes bútorzatát a könyvtárnak. Ez a csillától kezdve a függönyön keresztül, a polcokon, az asztalokon keresztül mindent tudnának. Ehhez kellene az önkormányzatnak 10%-on erővel rendelkeznie, és minden további papírmunkát azt az önkormányzat a megyei könyvtár vállalna, elkészítik a dokumentumot, a pályázatot, csak annyi a dolognak annyi a hátulütője, hogy az önkormányzatnak kell beadni. Tehát ők megcsinálják, elkészítik, de az önkormányzat nevébe kell, az önkormányzatnak kell adni. Ennyit szerettem mondani. Nem tudom, hogy valakinek van valami kérdése. Köszönöm. Valakinek hozzáfűzni valójára? Hát kérdésem, nem csak azt szeretném elmondani, hogy valóban nem csak könyvtári könyvek kölcsönzésére van már ez a könyvtár, hanem ahogy elmondta Zsuzsa, nagyon sok rétű, és a nyugdíjasok aktívan részt vesznek ezeken a programokon, a kölcsönzésben is, vagy például még olyanban is, hogy az üdülési jegyüket, vagy igényüknek a megoldásában is segítségükre van, úgyhogy hogy én csak dicsérni tudom a tevékenységet. Én nem voltam itt az elején, elnézést a késésért, tehát a művelődési ház beszámolójából semmit nem hallottam az utóbbit, igen. Nem is ehhez kapcsolódom, hanem inkább az, hogy néhány évvel ezelőtt átadásra került a főútmenet, ez a Kazinczy Emlékpark. Most az hova tartozik igazán, vagy van-e, aki a gondját viseli, azt tudom, hogy rendben van tartva, de most nem a tényleges gyakorlati rendben tartására gondolok, hanem arra, hogy mint Kazinczy emlékezzünk-e, vagy valamilyen nyelvi szakkör, vagy társaság, vagy nyelvi vetélkedők, vagy rambocsát, magyar nyelv szépségeiről valami kapcsolódik ahhoz, vagy csak átadtuk azt a Kazinczy emlékparkot, és igazán semmiféle egyéb eszmeiség, vagy ehhez társuló gyakorlati társaság, egyesület, egyvet, ilyesmi nincs csak. Én nem tudok erről. Nem is tudom, hogy hol van integrálva. Alapvetően semmiféle használati utasítást nem kaptunk ehhez a történethez.
ez az a Kazincbér Park az úgy jött létre, én úgy tudom, hogy az árvíz után ott keletkezett egy tér, és valakinek az ötlete folyamán az megalakult. Hát nem egészen, de majdnem, mert egy körtefa körül forgott az egész, ugyanis Kazinczy Ferenc itt a környéken volt egy kedvenc körtefája, és az került az elültetésre, és így lett az emléktábla is, meg a park is, mert itt volt valahol a környéken, nem tudom, hogy itt töltötte szabadságát, vagy ismerősöknél, rokonoknál, és ennek az emlékére készült. Hát gondolom, a költészet napja ennek kapcsán azért csak nekem még megemlékezése kerül. Mert Országos Kazinczy Egyesület létezik, de itt nem jött létre semmilyen helyi szervezete, vagy azok az országos Kazinczy Egyesületnek az akkori lévő tagjai valahogy megjelen neki önként, hogy vannak, vagy javaslataik vannak, vagy... Doktor úr, mondom, állj az élére a történetnek és szerveznek. Van itt annyi dolog, itt művelődés, könyvtár, a kettő át is fedi egymást jó részt, tehát bőven odafér, mint az egészségügyhöz, de szívesen, hogyha a Kazinczy, mint egy egészségügyi nyelvűvelő, aztán úgy gondolom, hogy az egészségügy szövetkezik a legkevésbé, de úgy gondolom, hogy művelődési házhoz, uram, bocsánat, könyvtárhoz, vagy akkor ezek szerint már egy kibővült könyvtári funkcióhoz sokkal inkább kapcsolódik ez, bár mondom, a kettő eléggé átfedő, hogy már művelődési házi tevékenység, könyvtári tevékenység, már ki se térek arra, hogy talán egybe kellett volna vonni már évekkel ezelőtt, csak az a fránya pályázat, ami lehetetlenné teszi ezt. Köszönöm, tehát van Kazinczy emlékpark. A karbontartás meg az megvan oldva, a patak környéke, a park környéke, oda figyelünk rá. Én azt gondolom, hogy talán jó is, hogy nem lett összevonás, vagy nem került összevonásra a könyvtár és a művelődési ház, hiszen gyakorlatilag azt látom, hogy mind a két intézménynek a funkciója, hála jó Istennek a két hölgy által most már megtalálta az értelmet, és mind a kettő most már termel még bevételt is, minimálisat kell ahhoz képest hozzátenni az önkormányzatnak, mint amit az előző jó néhány évben hozzá kellett tenni. A művelődési háznak a bevétele az majdnem két vagy közel 2 millió forint körül már néha ott jár, és azt gondolom, hogy ez annak idején elképzelhetetlen volt. Én emlékszem ilyen 100-101-hány ezer forintos éves forgalomra, ahhoz képest ez mindenféleképpen. Nyilván a fenntartása is pénzbe kerül, de azt gondolom, hogy eltelt 2-3 évben, mióta, 2 évben, mióta felépült a művelődési ház. Én meglepő módon jó állagot találtam, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan üzemeltetésből adódó hiba keletkezett, ami ennyi embernél akár elvárható is lenne, és ehhez gratulálok mindenféleképpen, hogy is sikerül megvédeni ezt az intézményt. Amit doktor úr mondasz, én azt gondolom, hogyha valamiféle fajta instrukció van, vagy valamiféle fajta elképzelés van, beszéljétek meg. Nyilván mindegyikünknek mindenre kiterjedni a figyelme nem tud, de hogyha ez neked szívügyed, én azt gondolom továbbra is, hogy állj az élére, és akkor szervezzétek meg, vagy rakjátok össze. Nyilván az önkormányzat, amit kell, minden pénzt hozzá fog tenni. Amit Zsuzsa kér, én azt gondolom, hogy ez a 350 ezer forint nem lehet akadálya egy 3,5 milliós pályázatnak az ön erejének az előteremtéséhez. Mindenféleképpen én ezt javaslom. Nem tudom, erről kell-e határozat? Kell határozat. Annyi hozzáfűző valóban még ehhez, hogy ez jövőre, tehát jövőre a valósulhat meg 2017-ben, akkor kell a pályázatot benyújtani majd. Természetesen jó is talán, mert mi is adunk be pályázatot, vagy próbálunk beadni energetikai pályázatot, amiben a könyvtár épületét is szeretnénk felújítani. Mindenféleképpen, hiszen megérdemelné az is, leginkább a tetőszerkezet, az, ami most már nagyon vészes állapotban van.
Én mindenféleképpen javaslom, hogy ha látod a pályázat, ha megnyílik a pályázat, mindenféleképpen akkor térjünk rá vissza, de én nem hiszem, hogy ennek akadálya lenne. Én nem javaslom, hogy most arról szavazunk most előre, amíg meg nem jelent pályázatról, nem hiszem, hogy kell szavaznunk. De én a beszámolót mindenféleképpen elfogadásra javaslom, és tényleg köszönjük a munkát, mert köszönjük, hogy így együtt tudtok dolgozni a művelődési házzal, mindenféleképpen a rendezvényeken való részvételetek, akár a jó éjszakát, akár a gyerekű, vagy akár a furmintőn, mert mindenféleképpen ez már olyan fokú rendezvény halmaz, ami mindenféleképpen több hónapos előkészületet és odafigyelést igényel. Én köszönöm szépen. Valakinek még hozzáfűzni van? Nekem most a pályázatot mikor kell beadni? Na szokja, hogy 2017-ben valósul meg. 2017-ben több mint valószínűleg újra megfog az NK, újra minden évben kiírja ezt a pályázatot, és akkor az általában április környékén szokott megjelenni. De fogom figyelni, és mihez lesz rá a lehetőség, akkor majd fogom jelezni. Mert végre van esély rám, mert hogyha most a Széchenyi Iroda kikövetkezik onnan a helyiségből, tehát mert a bővítés úgy tudom feltétel a pályázatnak, tehát ha vissza lehet foglalni azt a helyiséget. És tényleg most az együttműködés a művelődési házban, a könyvtár között nagyon szép jó, és még nem hangzott el, hogy a Mári Krónikának a beindítás is megtörtént, amit a két kolléganő fog pártyolgatni már a jövőben is. Amennyiben a beszámolóval egyetértetek, úgy kérem, viszonytartással szerint. Köszönöm szépen. Átérnénk a harmadik napirendi pontra, a település rendezési terv elfogadása. Megkaptátok az anyagot. Ez idestova másfél éve döntöttünk arra, hogy új rendezési tervet. Hogyha megköszönjük szépen. Megkaptátok az anyagot, másfél éve döntöttünk arról, hogy új rendezési tervet kell kialakítani, hiszen minden egyes településen meg kellett újítani a 2017-ig talán új rendezési tervet kellett elfogadni. Több egyeztetés volt, másfél, vagy több mint egy évig zajlott ezeknek az egyeztetése. Mindenki próbálta a régi tervet úgy módosítani saját szája íze szerint, de próbáltunk nem eltérni attól a falusias lakóterület kialakításától, amit mi továbbra is szorgalmazunk, hiszen település adottságai nagymértékben ehhez igazodnak. Ezzel kapcsolatban, a rendezési tervvel kapcsolatban valakinek van-e valami kérdése? Észrevétele. Gyakorlatilag elfogadásra került, és erről döntenünk kell, hogy biztos, hogy lesznek továbbra is kérések módosításra, de azt majd a későbbiekben megpróbáljuk orvosolni, hiszen 100%-ig mindenre kiterjedő figyelme nem biztos, hogy volt az alkotóknak is, illetve nekünk se. De én azt gondolom, hogy igyekeztünk mégis a legjobb tudás szerint eljárni. Amennyiben nincs észrevétel, úgy kérem a új rendezési terv elfogadására. Itt azért benne a két határozat meg a rendelet. Tehát ez három fázisban. Három fázisban, akkor kérdező úr, akkor ha te tudod, akkor tálál. Az első lap. Tehát az első lenne az a településfejlesztési koncepciónak az elfogadása, ami végeredményben arról szól, hogy milyen elvek alapján épül fel a rendezési terv, ezt írásba megkaptátok mindjárt. Tehát az első lenne, Mártközség Önkormányzati Képviselő Testülete, tényleg a határozott településvédelmi koncepció elfogadására. Ez lenne az első.
Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartással szabni. Köszönöm. A másik lenne pedig a község település szerkezeti tervének megállapításáról. Ez már konkrétabb, mert itt már arról szól ez a határozat, hogy a településnek melyik része, milyen besorolást kap. Ez lenne a másik határozat. Tehát ez azt lenne két testben, ez határozat a Márkösség település szerkezeti tervének megállapításáról. Nyilván láttátok, ezt próbáltuk úgy összeállítani, hogy a meglévő helyeket, meglévő területeket bővíteni, akár ipari terület a dél felé, akár a lakóövezetet próbáltuk kialakítani, hogy esetleg, ha igény van rá, akkor már település merre tud terjeszkedni. Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra szólni. Köszönöm. A harmadik pedig a önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról. Ez a leglényegesebb dolog, mert részleteiben ebben van leírva mindenféle fajta olyan eljárási szabály, hogy mit lehet építeni, hogyan lehet építeni, tehát ez egy részletes szabályozás már. Tehát ez pedig rendelet a helyi építési szabályzatról. Gyakorlatilag a régi rendezési tervtől nem sokban tér el, szinte semmiben, hiszen az építmény magasságok általában ugyanolyanok, a beépítettség sem nagyon változott, igyekeztünk meghagyni tényleg ezt a falusias jelleget, amit a település az elmúlt évszázadok során megőrzött. Amennyiben ezzel egyetértetek, úgy kérem készfeltartással szavazni. Köszönöm. A negyedik az új hulladék gazdálkodási rendelet, megkaptátok az anyagot. Gyakorlatilag néhány módosítás törvényi háttere azt kívánja, hogy módosítsuk a hulladék gazdálkodási rendeletünket. Angéla, ehhez egy pár szót. Előző rendeletünket a törvényességi vizsgálat során jelezte a felülvizsgáló, hogy módosítani szükséges, ugyanis törvényben időközben a Zempéni Zöld Hulladék Gazdálkodási Társulás is megküldött egy egységes szerkezetű rendelettervezetet, és azt javasolták, hogy azt fogadjuk el, és az előzőt helyezzük hatályon kívül. Ez lenne a lényege. Tehát ez a hulladék gazdálkodási társulás mindig elkészített egy egységes rendeletet, amely azokra a településekre vonatkozik, akik benne vannak ebbe a társulásba. Na most egy ilyen rendeletnek a elkészítése több időt vesz igénybe, és időközben olyan jogszabályi változások következtek be, amit is biztos tapasztalatok hallottok tévében, rádióban, hogy bizonyos olyan módosításokat akarnak ezekbe bevezetni, ami majdnem azt jelenti, hogy állami feladattá fog válni a végén, de ma nem ez a lényege, nem ilyen módosítások vannak, ami időkre bekövetkezik, és ezért kell most hozzáigazítani ezt a rendeletet, és ezt egységesen minden településen ez a rendelet kerül elfogadásra majd. Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartással szavazni. Köszönöm szépen. Rátérnénk a 5. napi rendi pontra, az indítványok javaslatok. Jegyző úr. Az első lenne, hát én ezt felolvasom, mert röviden el tudnám mondani, csak akkor lehet, hogy a lényeg kimaradna. A Mazsike küldött ide egy levelet, ez a Zsidó Kulturális Egyesület. Egyesületünk 27. éve működő Magyar Zsidó Kulturális Egyesület megalakulás óta nagy figyelmet fordít a zsidó örökség építészeti tárgyi és szellemi értékeinek megőrzésére, bemutatására, elődeink emlékének ébrentartására és az új generációk identitásának erősítésére. Egy lelkes fiatal csapat pár éve a Deutsche Jewish Humanitarian Fund JHV biztatására közel 100 magyar település zsidó örökségének emlékeit gyűjtött egybe, kiválasztott belőlük a legjellemzőbb, az ott élő közösség egyediségét legjobban kifejező elemeket.
A gyűjtés feldolgozó munka olyan sikeres volt, hogy mindenképpen érdemes közreadni. Ezt erősítette meg az anyag ismeretében Komorúci Géza professzor is. Különösen fontos lenne a kiadvány azért, mert a zsidó kultúra és hagyomány a zsidó értékek iránt megnyilvánuló érdeklés egyenlőre elsősorban a fővárosra koncentrálódik. Feldolgozott anyagból egy fél ezer oldalnyi tervezetű sok száz képpel illusztrált kötetet állítottunk össze. Az alapítvány támogatás azonban csak a gyűjtőmunkára szólt. Most azért fordulunk Önökhöz, a kötetben szereplő egyik település polgármesterhez, hogy lehetőséghez mérten támogassuk egy kiadását, amelynek a költsége a gazdag illusztrációk miatt eléri a 4 millió forintot. A könyvünket a magyar és angol nyelven jelentetjük meg, így alkalmas lehet település idegen forgalmának fellendítésére is. Támogatás esetén minden településnek ingyen juttatunk egy-egy példát az önkormányt, illetve a könyvtár számmal, és további kedvezményes vásárlást biztosítunk a helyi közösségnek, iskoláknak, településen élőknek. A támogatást nyújtó településeken külön is felsoroljuk a könyv végén. Kérem, vizsgálja meg a támogatás lehetőségét, ezzel is jelentős szolgáltat téve a feledésre ítélt közös örökségünk megőrzése érdekében. Tisztelettel, Kirchner Péter, Mazsita elnöke. Én azt látom, hogy itt felsoroltak körülbelül egy 40, még talán több önkormányzatot, majd 50 önkormányzatot, aki lehetőséghez képes támogassa. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy visszaosztjuk a 4 millió forintos költséget, meg hozzáteszük, hogy hány település, hány város is benne van, én azt gondolom, hogy 50 ezer forinttal, hogyha támogatjuk, akkor mindenféleképpen jelentősen hozzájárulunk a kiadáshoz. Egyetértek feltéve, hogyha az a felsorolt települések mindegyiket támogatja, akkor jön össze az az össze. Mi megtesszük a magunkét, mi azt gondolom, hogy magunk részéről én 50 ezer forintot javaslok, más javaslat esetleg. Akkor, aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra szóljon. 50 ezer forintot. A másik egy földvásárlási kérelem lenne. Ez Tóth Imre, de inkább úgymond Tóth Szilárd az Ady Endre közből. Ő egy 1509 négyzetméteres területet kér, ez a Ady Endre utca végén, ha megyünk kifelé a Márkotak felé, bal oldalt a patakpartján van a mélybe. 3180-as helyre viszel. Ilyen gazos, bokros. Hát a patak szélén, miért tudjátok, ilyen kis parcellák vannak balra. Hát Ady Endre utca folytatás, hogy megyünk kifelé, ott balra a patak és az út között. Gondolom én. Gazos elhanyagolt. Nem volt már ez a kérvényben? Itt már lett volna. Valamit félretettünk, hogy megnézzük. Ez nem az. Ezt az a szabadságtéren volt, nem, hogy félretesszük, hogy nem. Nem, hanem ez a kis hegy alatt így. Igen, a mélyben. Voltam, hogy láttam. Tehát olyan gazos, bokros, ilyen félig csipkem a rakász. Persze. Akkor igazából nem sok mindenre való, mert nem tudom, mert elvettem. Akinek van ott más terület, azt így azt nem tudom, hogy ez a patakmedret nem befolyásolja ott? Hát a patakmedertől jól elhatárolható ez? Hát olyan, hogy önálló helyen a fürdő, de van olyan mély ott a patak, mint kint a fürdővel. Jó, csak akkor később esetleg, hogyha a patakmederrel tudnánk valamit még kezdeni, akkor befolyásolja ez a történet. Csak a patakmeder között mit tudom kérdezni. De most mit értesz? Hát azt, hogyha ott nekünk a patakmederrel valamit kezdeni kell, ne az legyen, hogy valakivel utána meg kell egyezni, hogy ezt esetleg. Hát ott a többi, mint maszek tulajdonképpen. Hát a több is privát, igen. Tehát így megyek át patakra. Igen. Ez egy kicsit olyan hosszant is. Aki az eladás mellett, aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra szól.
Köszönöm. Nem a következő az április első lapát. Valakinek esetleg még valami indítvány javaslat? Én annyiban tájékoztatnám a tisztelt lakosságot és a képviselőtársaimat is, hogy a sportkörrel való együttműködésünk a sportcsarnok megépítésére olyan stádiumban van, hogy a társasági adó jó részét, nem jó, teljes összegét, 241 millió forintot már összeszedtük. Az a számlánkon van. A önerő várat még egy picit magára, mert nagy segítség, visszautaltuk azt a pénzt, csak most annak megkeresik azt a lehetőségét, hogy hogy jusson az vissza hozzánk, illetve hogy tudjuk hozzátenni önerőként a sportkörhöz. Nyilván ennek az államháztartásba befolyó összeg és kiadott összegnek nagyon bonyolult útja van, de én azt gondolom, hogy nagyon jó szándékkal segítenek. Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb rendeződik. Én úgy tudom, hogy a jövő hét, azt az ígéretet kaptam, a jövő hét kedd folyamán megnyugtató választ kapunk arra, hogy ez milyen módon fog megtörténni. És innentől kezdve az építkezés azonnal elindulhat. A közbeszerzés, a feltételes közbeszerzést már lefolytattuk, várva arra, hogy az önerő hozzá tudjuk tenni, de addig semmi esetre sem akartuk aláírni, illetve a sportja nem írhatja addig alá, amíg a teljes összeg rendelkezésre nem áll, hiszen ez törvénysértés lenne. Tehát csak úgy lehet, hogy az összes pénz rendelkezésre áll, és én azt gondolom, hogy az jövő héten erre megnyugtató választ kapunk. Hiszen mindannyiunk nagy álma, illetve a település érdeke azt szolgálja, hogy ez a beruházás mindenhol belindulni. Pályázatokat továbbra is íratunk, nyújtunk be oldára, rendelőintézetre, önkormányzat épületének felújítására, illetve a könyvtár felújítására. Amik megnyílnak pályázatok, azt folyamatosan figyeljük. Van sok olyan, amiben nem tudunk részt venni. Vannak előzetes pontozások, amikor van egy pályázat, annak van egy pontozási rendszere. És van, amit ha szeretnénk benyújtani, de előzetesen megpróbálunk lepontoztatni, hogy van-e esélyünk elindulni. Tehát mondok egy durva példát, hogyha van 60 pontos maximum, és nekünk van 28 pontunk, vagy 29 pontunk, teljesen feleslegesnek tartom azon elindulni, erre időt, pénzt áldozni. Én azt gondolom, hogy vannak sokkal jobb lehetőségek. Nyilván a kihívásoknak meg kell felelni, figyelni kell, majd meglátjuk, mi fog történni. Igyekszünk minél többet pályázni, minél sikeresebben. Amit látok, és talán mindannyiunk számára öröm, hogy a négy település, Tokaj, Bodrog keresztül és Tarca már közösen benyújtott pályázata a kerékpárútra, ami szorosan csatlakozik a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárúthoz. A Tokaj Fejlesztési Tanács ülésén is első rangsorba tették ez az élet első prioritást, illetve a TOB-ba benyújtott pályázatunk első körben formai és mindenféle szempontból teljesen megfelelt. Én úgy tudom, hogy nagyon jól illeszkedik ahhoz az elképzeléshez, amit a kerékpáros irány Tokaj-hegy alján kijelölt. Reméljük, hogy minél hamarabb erre is kedvező választ adunk. Ez egy elég komoly beruházás, és azt gondolom, hogy az országban jelenleg a kerékpáros sportnál nagyobb turisztikai, vagy biztosabb turisztikai befektetést keveset tudok elképzelni. Az egyik legnagyobb vonzerő és az egyik legfelkapottabb sport szerintem az országban, ami nagy tömegeket megmozgat. Én magam részéről ennyit. Valakinek esetleg. Nagyon szépen.